Sziasztok, jó reggelt! Ma van a nemzetközi autómentes nap, és szépen lassan batyúgunk ki a déli pályaudvarra, hiszen a mai nap folyamán is utazni fogunk, kihasználjuk azt, mint tavaly, és ugye nagyon sok város kapcsolódik ehhez a rendezvényhez. Például Budapesten most a múlt hétvégén rendezték meg ugye a mobilitási hétet, ami annyit jelent, hogy kint voltak a villamosok a Szabadsághídon, le volt zárva a Vámház körút, illetve több más városban is elektromos buszokat mutatnak be, például Szegeden, illetve Győrben is lesz valami telephely látogatás, de nem ezekbe a városokba fogunk ellátogatni, hiszen ezeket a városokat már megnéztük az évek során, hanem egy olyan célpontot választottunk, ahol még nem jártam, és nekem ez a célom, hogy minél több magyarországi várost bejárjak. Lehet, hogy nektek unalmas, mert sokan néztek sok városból engem a Magyarország több pontjáról, de nekem ez egy izgalmas kaland, és én ezért is szeretnék belevágni, úgyhogy a mai nap folyamán Veszprémbe fogunk ellátogatni, és kihasználjuk ezt a lehetőséget, amit a MÁV ad. Viszont annyi változás lesz a tavaly évhez képest, hogy most nem egy jeggyel lehet utazni, hanem napi jegyet kell megváltani, aminek most nem mondom el az összegét, de egyébként nagyon alacsony, csak azért nem mondom el, mert ugye ez nem egy promotált videó. A lényeg az, hogy megéri még így is utazni, és ezzel a napi jeggyel fogunk majd menni Veszprémbe meg vissza, illetve terve volt még a Veszprém-Győr vasútvonal bejárása is, de Győrig nem fogunk elmenni, mert az egyes vasútvonalon, tudjátok, most megy itt a pótlás felújítás, emiatt meg a vágányzár, emiatt talán úgy tervezem, hogy elmegyek egy darabig, aztán visszafordulok Veszprémbe, és Veszprémbe fogok hazajönni. Nincs semmi kedvem itt a egyes vasútvonalon szívni, hogyha a 30-as vasútvonalon normálisan tudok közlekedni. Tartsatok velem! Itt vagyunk a déli pályaudvaron, és meg is vettük az autómentes napi jegyet. Most nem fogom közelről megmutatni, mert rajta van a személyes adatom, a személyigazolvány szám, meg minden egyéb más. És megyünk Veszprémbe, azt mondták, hogy érvényes arra a vonatra, úgyhogy szerencsénk van. Szeretnénk kipróbálni majd Győr felé, de nem fog végutazni. Én azt néztem, hogy valahogy Bakony-Szentlászlóig vagy valameddig fogunk vele utazni, aztán visszafordulunk. Előtte viszont körbenézünk Veszprémben, már eljöttünk ide, hiszen megérkeztünk. Jaj, de szépet kürtölt, nagyon tetszik. Gyerekek, akkor megyünk. Ahogy látjátok, felújítás alatt van még egyébként Veszprém vasútállomás, vannak ilyen nagyon jó kis esőbeállók, viszont itt a felvételi épületet, meg a várakozót, azt éppen felújítják, és ilyen nagyon szép lila buszok vannak itt Veszprémben, ami nagyon tetszik, úgyhogy vadonatúj Hemály Lion City 12-es buszok, illetve minden egyen más lila színben, úgyhogy az újpesti drukkerek örülhetnek, sőt itt az egész területet felújítják, az egész vasútállomás környékét, ami szimpatikus, és itt tök jó megoldás van itt. Igazából a bicikliket így lehet fölrakni függőlegesen, így sokkal több elfér és kevesebb helyet foglal. Úgyhogy megnézzük, melyik busszal tudunk menni, mert egyébként nagyon messze van a belváros, és akkor ott körbe fogunk nézni. Na és bejöttünk a 2-es autóbusszal ide. Veszprém autóbusz állomásig, hiszen itt van a központ, innentől már sétálni fogunk. Hát amikor először Veszprémbe jöttünk, nem tudtuk, hogy a vasút az nagyjából a város szélén tesz le, és onnan kell majd bebuszozgatni. Azt tudjuk, hogy majd könnyed sétával majd felfedezzük a város, de nem. Úgyhogy meg kellett várnunk. És ami az érdekesség, hogy ilyen lila buszok vannak itt, illetve még a helyi Molbubi, tehát ami a városi kerékpár kölcsönző, annak is lila biciklii vannak, tehát ilyen lila város, és
Lili nagyon szereti, mert ő, neki a kedvence a lila szín, de neki szerintem nagyon tetszik. Nekem is tetszik ez a színvilág, sokkal jobban néz ki. Ez az M&M busz így lila színben. Van itt kínai boltok, kezdve minden, mint Budapesten. Körbe fogunk nézni, először elmegyünk, van egy ilyen gyárpark, aztán benézünk a belvárosba, az volt a terv, illetve megnézzük a Veszprémi várat is. A belvárosi részen, a sétáló utcában nagyon szép egyébként. Van itt szökőkút is, szép szobrokkal, illetve ilyen kupakgyűjtés van itt is. Posta, meg ilyen régi szocialista épületek. De pont ez a helynek a szép szokát látszott, hogy a szocializmus maradványai még itt vannak, például az a tömbház is itt előttünk. És sétálunk egyenesen, mert megnézzünk valami cukrászdát, hiszen ajánlottak nekem itt egy kis kedves utitárs, egy olyan cukrászdát, amit érdemes megnézni, mert nagyon finom sütijeik vannak. Ez így van? Igen. Igen. Na, hát akkor megkóstoljuk, és élvezzük közben a hely hangulatát, illetve van még itt pláza is, hát mit keresne meg egy budapesti elsőként a plázákat, illetve a látványosságokat, amit meg lehet nézni. Érdekes egyébként, hogy ez a város ilyen domboldalra épült, tehát egyszer felfele mész, egyszer lefelé, és a belvárosi rész is ilyen. Tele van itt teraszokkal, kávézókkal, bisztrókkal is, úgyhogy megyünk befelé, és majd mesélni is fogok majd a város történetéről, viszont előtte azért keressük meg ezt a cukrászdát. Nézzétek meg, mit találtunk. Ott a cukrászda, ahova bemegyünk. Be is ültünk a Mackó társaságában. És nálam így néz ki egy somlóim kaluska és egy igazi madártej. Mivel sajnos szólt egy zene a rádióban, ezért le kellett ezt a részt némítanom, de látszik az arcomon is a kifejezés, hogy ez volt a életem legjobb somlói galuskája. Kijöttünk a cukrászdából, és eszméletlen finom volt, tehát én nem ettem még ilyen finom somlói galuskát. Talán megmerem kockáztatni, hogy életem eddig legjobbja volt. Úgyhogy köszönöm Lilinek ezt a tippet, hogy ide kellett eljönnünk. És most viszont megyünk be a belvárosba, hiszen csomó érdekességet meg fogunk nézni. Többek között a tűztornyot, a Veszprémi várat, illetve a városkaput. És akkor beszéljünk egy kicsikét Veszprémnek a történetéről, hiszen a város majdnem egyidős az államalapításunkkal, és az az érdekessége, hogy a királynék városának is szokták nevezni, és ez onnan ered, hogy első István királyunk feleségének, Gizellának ajándékozta a várost, illetve az itteni területeket, és ezen túl ugye itt koronázták meg a királynékat, a veszprémi püspök, egyébként a Veszprém vármegyének a székhelye. Itt is van kisvasút ebbe a városba, városnéző vasutacska, ezzel is fel lehet fedezni, de hát mi úgy gondoljuk, hogy gyalog is tök jó sétálunk. Nem vagyok most kíváncsi arra mondandóra, amit itt elmondanak a város történetével kapcsolatosan, hiszen egy kis utána járással az interneten is utána lehet olvasni. Nyilván jó dolog, meg kényelmesen ősszel kell sétálni. Az idősebbeknek ajánlott, meg azért mi is kipróbáltuk egyszer Szegeden, de szerintem egy sokkal jobb. Pósaház. Hát igen. És akkor már közeledünk így a veszprémi vár felé. Illetve rengeteg ilyen nagyon érdekes szobor található itt a városban. Hát igen, nem csak a soproniaknak van tűztornya, hanem a veszprémieknek is. 1984-es dátumból vasút a tetején, de szerintem sokkal régebbi, akkor újíthatták föl. És ez egy nagyon érdekes szobor itt velünk szembe. A tűztornyban nem tudom, hogy felmegyünk-e, majd mindjárt megnézzen a hősök kapuja, magyarul a városkapu, és itt lesz valahol a vár is, mert itt mutatta. Elég ilyen vár jellege van. Lehet, hogy már csak vármaradványok vannak? Nem hiszem. Ez ilyen várfalnak tűnik itt. Ilyen gyönyörű a kilátás a városra egyébként. Nagyon szép. Előttünk látható a püspöki palota, és megint elkezdett fújni a szél. Imádom, hogy amikor elindítom a videót, akkor fúj bele. De remélem hallottátok. Itt előttünk is van egy műemlék, nagyon szép ezekkel a templomtornyokkal. Gyönyörű egyszerűen a város. Itt van első Szent István, illetve Boldog Gizella feleségének a szobra. Ugye neki ajándékozta ezt a várost István királyunk,
Látjátok is egyébként, hogy ott van a kezében a kard, illetve ugye a kereszténységet jelölő szimbólum, valamint Gizella kezében ott van Veszprémnek a városának a szimbóluma, úgyhogy neki ajándékozta, és innen is nagyon csodálatos a kilátás, nagyon romantikus, úgyhogy nagyon tetszik. Igen, ott van, innen készült a kép, ami Veszprémet ábrázolja, és arra is város van. Nagyon szép tényleg az egész, főleg, hogy egy ilyen, hogy mondjam, ilyen hegyoldal van itt. Egyébként nem egyértelmű, hogy merre van a vár, mert itt vannak várfalak, de igazi várat, mint például a visegrádi vagy a budai vár, olyat nem láttunk itt, úgyhogy nem tudom, hogy itt a kerületre gondoltak, vagy egy bizonyos épületre, de fel fogunk oda menni, amit az előbb néztünk a kilátóból, arra a sziklafalra. Itt sétálgatunk, már gyönyörű egyébként a kilátás, és ide fogunk felmenni a keresztig, ami elméletileg a Szent Háromság keresztje, vagy ami hasonló. Nagyon szép az a híd egyébként ott a távolban, ahol mennek a buszok és autók, és szépen körbenézünk. Itt voltunk fent az előbb, és megvan, hogy merre kellett lejönni. Úgyhogy itt van ez a gyönyörű hely, ahol körbe szeretnénk nézni. Közben elraktam már a stabilizátort, és van itt egy nagyon szép patak, ami felett egy ilyen kis hidacska van, illetve nagyon kellemes kert, ahol lehet, hogy étkezni lehet, vagy valami büfé, cukrászda. Nem tudom, de elég jó hangulata van. Szerinted mi lehet ez valami? Étterem. Nem tudom, mert inkább isznak az emberek. Nem tudom, majd mindjárt megnézzük közelebbről. Közben körbenézünk. Gyönyörű rózsakertet láthatunk itt a előbbi Benedekhegy mellett. Benedekhegynek hívták, úgyhogy itt nagyon szép virágos kert van. Itt vagyunk ezen a gyönyörű álomszép helyen. Vannak ilyen padok, rózsák, háttérben ugye a sziklafal, illetve egy mesterséges patak, amit igazából Párkányban láttunk. Magyarországon még nem nagyon vettem ilyet észre. Úgyhogy tényleg álomszép, főleg itt a házak is a környéken. És hát ugye ott a Szent István szobrával felül elképesztő látványt tud nyújtani. Egyébként itt a Szent Margit Rózsa kertje mögött található egy 1240-ben alapított domonkos kolostor és templom romjai. Úgyhogy ebbe körbe lehet nézni, be lehet menni ebbe a kertbe, és az ilyeneket nagyon szeretem. Műemlékvédettség alatt áll, tehát van egy lépcső, körbe lehet nézni, van egy kereszt a romfala, tehát a fal romon. Hú, ebből nem jövök már ki. Hát hiába voltunk fent, egyébként nem találtuk meg a várat, most viszont nagyon megéheztünk, mert már délután van, úgyhogy keresünk egy jó kajádát. Nézzétek, ez hiányzik egyébként Budapestről, itt van ez a futár nevezetű dolog, más oldalon írja is, de ha megnyomjátok, van itt rajta egy gomb, akkor hangos bemondásra bemondja, hogy mikor érkezik a következő járat. Nem tudom, hogy halljátok ebbe a nagy zajba. Nagyon komoly. Sokkal komolyabb itt az utastájékoztatási rendszer, mint Budapesten. Egyébként nagyon finomat ebédeltünk, egy ilyen amerikai étterembe mentünk be, ahol volt fish and chips, meg steak, meg minden egyéb más, és egy nagyon finom ilyen zöldbors mártásos tarját ettem. Isteni finom volt, tehát szerintem a videón is látszik az arc kifejezésem. Hát ugye nyilván ezt hang nélkül vágom be nektek, mert szólt ott a végül a copyrightos zene, és nem akarom, hogy emiatt megint tiltson engem a YouTube.
és itt vagyunk a vasútállomásnál, és hát Veszprém olyan szempontból nem nyújtott nekem sokat, mint amit én vártam volna tőle, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy eljövünk végre a vasútállomáshoz, mert mindjárt 6 óra van, és már nem fogok utazni a Győr-Veszprém vasútvonalon, hiszen már arra nincsen idő, nagyon későn érnénk haza ilyen este 11-re, hogyha még onnan visszajönnénk és visszavonatoznánk, úgyhogy megyünk már haza Budapestre. Igazából nem tudott, mondom, sokat nyújtani nekünk Veszprém, hiszen én többre számítottam látványosság terén, viszont egy nagyon szép romantikus napot eltölthetünk, illetve nektek is el tudtam adni valamit a videón keresztül, remélem, inkább a buszokat tudtam filmezni, majd legközelebb, ha lesz majd időm, akkor be fogom járni a Győr-Veszprém vasútvonalat, de így nem akartam, mert így is késett a vonat, 31 percet írt a vonatroid. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk majd legközelebb is egy következő videóban. Legyetek jók, sziasztok!